kezdjük egy ismert karácsonyi dallammal, When the Saints Go Marching. Dániel Balázs beszédével vette kezdetét a magyarországi bugi-bugi és blues estek, mely idén fesztivállá nőtte ki magát. A fiatal zongorista nem csak fellépője, hanem egyben szervezője és házigazdája is az 5. Bugi Fest győri nemzetközi bugi-bugi fesztiváljának. A háromnapos rendezvény csütörtökön este 18 órakor az Árkád üzletházban indult útjára egy ingyenes koncerttel. A hangulat ezúttal is fergeteges volt, és Balázs, alias Mr. Firehand azt is elmondta, hogy hogyan alakultak fesztivállá a 30-as, 40-es évek Amerikájának felejthetetlen hangulatát idéző estek. Nagy várakozással készülünk az 5. Bugi Festre. Ugye most vált, ahogy mondtad, először fesztivállá ez a rendezvény sorozat. 3 napon keresztül összesen 5 program várja majd a nézőket, és én azt várom ettől a fesztiváltól, hogy még több emberrel ismertessen meg ezt a stílus, mert úgy veszem észre, hogy Magyarországon még nem olyan sokan ismerik, talán azért, mert nem hallották, de én úgy érzem, hogy aki először meghallja, rögtön beleszeret ebbe a stílusba. Ha pedig csütörtökön és pénteken is lemaradtak a bugi őrületről, akkor se csüggedjenek, hisz szombaton lesz a finálé. Profi lengyel táncosok adnak oktatást a tánctudásukat fejleszteni kívánoknak, a sztár vendégek mellett pedig meglepetés vendégek teszik, még színvonalassabbá a korábbról már jól ismert nagy koncertet, mely 19 órakor kezdődik a Richter teremben. A fesztivál pedig nem ér véget a koncert végeztével, hiszen Boogie After Party várja a műfaj szerelmeseit. A hajnalig tartó zenélésre a Rába Hotelben kerül sor, mely remek alkalom a fesztivál összes fellépőjével való közvetlen találkozásra.